Ismét egy lépéssel közelebb kerülhet az Európai Uniós csatlakozáshoz Szerbia. Az év végéig ugyanis további 3 csatlakozási tárgyalási fejezet nyílhat meg az ország számára. Tanya Miscevic, a tárgyalási csoport vezetője korábban úgy nyilatkozott, sem politikai, sem technikai akadályát nem látja annak, hogy Szerbia az észt EU elnökség idejének végéig megnyissa a 6-os, a 30-as és a 33-as fejezetet. A 6-os fejezet a társasági jogról szól, elsősorban a határon átívelő közös kapcsolatokról. A 30-as fejezet a külgazdasági kapcsolatokra, konkrétabban a közös kereskedelmi politikára, a regionális és nemzetközi szervezetekkel való együttműködésre vonatkozik. A 33. fejezet pedig a pénzügyi és költségvetési rendelkezésekről szól. Kovács Elvira, a Szerbiai Parlament Európai Integrációs Bizottságának elnökhelyettese elmondta, szerinte októberig nem, de december végéig valóban megnyílhatnak az említett fejezetek. Szerintem a 6-os és a 33-as pénzügyi és költségvetési rendelkezések talán a legreálisabb, illetve hát a 30-assal és külgazdasági kapcsolatokkal is relatív jól állunk, de mindegyik, ahhoz, hogy ezek a fejezetek megnyíljanak, minden tagállam jóváhagyása szükséges, tehát konszenzussal mind a 28. Meglátjuk. Észtország, tehát az észtelnökség alatt elméletileg 2 konferenciát láttak elő, az egyiket októberben, a másikat decemberben. Az is tény, hogy az észtek keveset tudnak Szerbiáról, de az a fontos, hogy mi technikailag erre készen állunk. Legutóbb június végén nyitottak meg 2 csatlakozási fejezetet. A 29-es a Vámunióra vonatkozott, míg a 7-es a szellemi tulajdon védelmével volt kapcsolatos. Amennyiben évvégéig további 3 fejezet nyílik meg, akkor Szerbia már 13 megnyitott fejezetnél tart majd. Szerbiának egyébként összesen 35 fejezetet kell áttekintenie az uniós illetékesekkel. Erre azért van szükség, hogy az egyes területek uniós joganyagait be tudják építeni a saját nemzeti jogrendjükbe. A csatlakozásig a tagjelölt országok, így Szerbia is rendelkezhet az uniós IPA alappal. Szerbia az elmúlt 15 évben 3 milliárd euró visszanemtérítendő eszközt kapott, 2020-ig pedig további 1,5 milliárd euróra pályázhat, jelentette be a napokban Jadranka Joksimović, Szerbia európai integrációs minisztere.